Ferenc pápa Budapesten, ez olvasható az 52. Eukarisztikus Világkongresszus honlapján. A találkozót eredetileg 2020-ban szervezték volna meg, azonban a koronavírus járvány, mint sok minden mást, ezt is keresztül húzta. A tavalyi évre szervezett találkozó új időpontja 2021. szeptemberére tevődött át, melynek záró miséjén maga Ferenc pápa is részt vesz. Az egy hétig tartó rendezvényen teológiai és kulturális programok is helyet kapnak. Ravasz Csaba, Tolnaváros plébánosa, az eukarisztikus találkozó Pécsi Egyházmegye által kinevezett felelőse úgy nyilatkozott, még nagyon sok kérdés tisztázatlan az eseménnyel kapcsolatban. Szeptemberben, nyár végén mi lesz, hogy lesz, ki mer eljönni, ki jöhet, kit lehet beengedni, szóval ez még azért árnyalja a képet. De abban a formában azt gondolom, ahogy ezt meg lehet tenni, erre készülünk és készítjük az országot. A plébános minden korosztályt buzdít arra, hogy vegyen részt az eseményen. A tervek szerint szervezett buszok is mennek majd a térségből. Az Eukarisztikus Világkongresszus a Római Katolikus Egyház 1874 óta rendszeresen megrendezett világméretű eseménysorozata, melynek célja az oltári szentség megismerésének és tiszteletének elmélyítése. A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye irodaigazgatója, Fülöp Ernő kanonok, címzetes apát úgy nyilatkozott, most egy kicsit Magyarországon van a világ szeme. Most egy kicsit bemutatkozhatunk, bemutathatjuk azt, hogy mi magyarok az elmúlt ezer esztendőben hova jutottunk, hol tartunk most, és hogy az eukarisztikus életünk mennyiben jelenik meg, mennyiben mutatható meg a közösségeinkben, mennyire tudjuk valóságosan megünnepelni azt, amilyen a kapcsolatunk a legszentebb eukarisztiával, vagyis a valóságosan jelenlévő Jézus Krisztussal. Az előadók közül már többen el is fogadták a felkérést, így biztosan jelen lesznek Görögországból, Lengyelországból, vagy éppen Brazíliából.